Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Fejlesztések a Fogdakezem Alapítványnál, támogató szolgálatot indított a szervezet januártól. Ismerkedés a hiány szakmákkal, nyílt napot tartottak az egészségtudományi karon. Különleges vetítések az Apolló moziban, februárban jön a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál. Történetének egyik legnagyobb fejlesztése zárult a Fogdakezem Alapítványnál. A szervezet egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően bővítette a támogatott lakhatás férőhelyeinek számát, valamint támogató szolgálatot indított januártól. Ez utóbbi keretében egy kis buszt is beszereztek, mely nagy segítséget jelent az értelmi fogyatékossággal élő személyek szállításában. Fiatalok érkeznek reggel a Fogdakezem Alapítvány napközijébe. Közlekedésüket januártól ez a kisbusz segíti, mellyel így már könnyen el tudnak jutni otthonukból a foglalkoztatóba, vagy épp a munkahelyükre. A támogató szolgálat bevezetése már régi vágya volt a szervezetnek, ami most egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. A fiatalok reggeli és délutáni szállítását eddig ugyanis a szülőknek kellett megoldaniuk, amit sajnos nem mindenki tudott vállalni, így gyerekeik sokszor el sem jutottak a Kovács Béla utcai terápiás és munkaotthonba. Tóth Péter, az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy a támogató szolgálat azonban nem csak a fiatalok utazását könnyíti meg, de lehetőséget ad majd az otthoni segítségnyújtásra is. Ebben is terveink szerint előbb-utóbb szeretnénk a hozzátartozóknak, szülőknek segíteni, akik lakhatásban nem tudják, hogy nem szeretnék adni gyermeküket, az a későbbiek folyamán, ha otthon olyan átmeneti ápolásra vagy segítségre van szükségük, akkor számukra is szeretnénk majd segítséget nyújtani az idei év folyamán. Tóth Péter arról is beszélt, hogy ugyan eddig még csak az alapítvány látókörében lévő családoknak ajánlották fel ezt a fajta segítségnyújtást. Terveik szerint azonban szeretnék szélesebb körbe is elérhetővé tenni a szolgáltatást. Nyilván igyekszünk a sajáthoz, azokat a hozzátartozókat, akik a saját klienseink segíteni, és valószínűleg úgy számoljuk, hogy marad majd szabad kapacitásunk, és akkor azt tervezzük, hogy kifele megnyitjuk. A támogató szolgálattal az alapítvány jelentős terhet vesz majd le az értelmi sérült felnőttet nevelő szülők válláról, lehetőséget biztosítva ezzel az önállóbb életvezetésre. A fiatalok szállítása és az otthon segítés azonban csak egy része annak a nagyszabású fejlesztésnek, melyre a szervezet egy több mint 320 millió forintos uniós támogatást kapott tavaly. Mint megtudtuk, a beruházásnak köszönhetően bővül majd a lakhatási férőhelyek, valamint a napközbeni ellátásban résztvevők száma is. Február 15-éig kell beadniuk jelentkezésüket azoknak, akik valamely felsőoktatási intézményben szeretnék megkezdeni szeptembertől tanulmányaikat. A diákok többsége a nyílt napokon tájékozódik a főiskolák és egyetemek nyújtotta lehetőségekről. A Pécsi Tudományegyetemen kedden az egészségtudományi kar várta az érdeklődőket. Nagy érdeklődés övezte az egészségtudományi kar idei nyílt napját. Az intézmény előadóterme és az aulai zsúfolásig megtelt pályaválasztás előtt álló fiatalokkal. Az intézmény büszkén vallja, hogy az általuk képzett hallgatók több mint 95%-a azonnal talál munkát magának, és itt található meg az országban a legszélesebb szakkínálat is. Mint megtudtuk, a középiskolások számára is segít a döntésben, hogy piacképes szakmát tanuljanak, de vannak olyanok is, akik kimondottan a képzés magas színvonala és a kar hangulatos légköre miatt tanulnának a pécsi intézményben. Mi már tavaly is lejöttünk így nyílt napra, és nagyon megtetszett, és most Pécs és Szeged között vacilálok, és így gondoltam, hogy még egyszer lejövök így megnézni, hogy milyen így a nyílt nap, mert tavaly nagyon tetszett, és a gyógytornászak irány érdekel nagyon. Elsősorban a dietetikus szak érdekel, igazából Pécs nem volt a terveim között, a Pesten az edukáción láttam, és ott tetszett meg.
az egyetem igazából elsősorban. Mit gondolsz, a dietetikával hol tudsz elhelyezkezni? Hiány szakma? Szerintem most e felé halad a virág, az egészséges táplálkozás felé, és így gondolom, majd keresett lesz a dietetikus szakma. A dietetikus és gyógytornász szak jelenleg a legkeresettebb a karképzései közül, de mint azt Ács Pongrácz dékán elmondta, az egészségügyben felmerülő szakember hiányra is igyekeznek megfelelően reagálni. Próbálunk a piacnak megfelelően, sajnos a hiány szakmákra is fókuszálni, hiszen az egészségügyben az ápolókat például ugye nem elég az a hihetetlen nagy szám, amiben képezzük, mert szinte minden egyes kórház nálunk jelentkezik, hogy nekik nagyon nagy szükségük lenne ugye új munkaerőre, ápolókra. Mint azt a dékán a nyílt nap megnyitóján is hangsúlyozta, ezt az intézmény olyan színvonalú képzéssel szeretné elérni, melyet a hallgatók érdekesnek találnak, emellett biztos elhelyezkedést jelent a számukra. Egyre népszerűbbek például az egészségtudományi szakok mellett a kar sporttudományi képzései is, ahonnan a magyar sportélet jelentős szakemberei kerülnek ki. A sporttudományban a szakma krémje az a szakedző mesterképzés, azt is mi tudjuk kínálni, és itt vízilabda válogatott, kosárlabdazók jelennek meg, akik edzők szeretnének lenni, és éppen most az egyik tanítványunk a vízilabda csapattal válogatott mellett másodedzői feladatot lát el. A diákoknak már csak szűk egy hónap áll a rendelkezésére, hogy kiválasszák a számukra legszimpatikusabb képzéseket és felsőoktatási intézményeket, hiszen február 15-én jár le a központi jelentkezés határideje. A kar kínálata mellett így a felvételi eljárással kapcsolatban is hasznos információkat kaphattak az érdeklődők a keddi nyílt napon. Február 1-e és 4-e között ismét 7 nagyon kiváló és különleges dokumentumfilmmel várja a közönségét a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál 2024-es programsorozata Pécsett. A fővárosban immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál idején 10 vidéki nagyvárosban, egy köztük Pécsett is válogatást láthatnak a nézők a nemzetközi dokumentumfilmekből. A vetítések és az azt követő szakmai beszélgetések az Apollo moziban lesznek. A programsorozat korunk egyik legaktuálisabb témáját feldolgozó alkotásáról Major Zoltán, az esemény szervezője nyilatkozott stábunknak. A Tökélet és Bizalom című filmet kiemelném, amely egyébként exkluzív, mert 3 városban látható összesen a BITF ideje alatt, Budapesten, Debrecenben és Pécsett, úgyhogy mindenképpen érdemes eljönni a filmre, ami a társadalmi kreditrendszer témájával foglalkozik, ami Kínában már bevezetésre került, itt a több millió kamera figyeli az emberek mindennapi életét, és a mesterséges intelligencia segítségével gyakorlatilag pontrendszert alakítottak ki az emberek számára, és a beszélgetésen a mesterséges intelligencia kutatójával, Kína szakértővel, illetve civil szakemberrel fogunk beszélgetni. A nagy sikere való tekintettel meghosszabbították a Breyer Marcel előtt tisztelgő emlékkiállítást. A tárlat novemberben nyílt, és a 20. századi modern építészet meghatározó alakjának munkásságát mutatja be, a bútorok, művek stílusjegyeire összpontosítva. Főbb épületeivel, maketteken, tervrajzokon és videófelvételeken keresztül ismerkedhetünk meg. A tárlat február 11-éig látogatható a Zsolnai negyedben. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén január 21-e és 28-a között rendezi meg az Ökumenikus Imahetet, azaz a keresztények egységéért tartott ima nyolcadot. Pécsett a nyitó istentiszteletet január 21-én, vasárnap 16 órai kezdettel tartják az evangélikus templomban, ahol igét hirdett Kovács József püspöki titkár. A záró alkalom január 28-án lesz a pécsi székesegyházban, ahol Kisóvári Német Norbert és Kisóvári Német Márta református lelkészek hirdetnek igét. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán csapadék nem várható, délután megélénkül a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 4 fok körül alakul.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, viszontlátásra!